Prosperitat Now Startup pályázaton pályáztunk, mivel 2016 májusában alakult a cég, ezután kicsivel jelent meg a startup pályázat a Prosperitatinak, és úgy gondoltuk, hogy ez egy jó lehetőség lehet az induló cégünk számára. A zöldövezetek karbantartásához pályáztunk eszközökre, méghozzá traktoros fűnyíróra, sövénynyíróra, traktoros kasszára és fűnyíróra pályáztunk. Mivel igény mutatkozott komplikáltabb vagy komolyabb munkák elvégzésére is, aminek ez feltétlenül alapeszköze, méghozzá a parkok rendbetartása, valamint a sportpályáknak a karbantartása. Amikor alakultunk, egy alkalmazottal indult a cégünk, ezt amit mondtam is 2016-ban, az ötletünk az volt, hogy egy olyan céget hozzunk létre, ami a kis és középvállalkozásoknak segít, adminisztratív és más feladatoknak a végrehajtásába. Tehát a piaci részt ott láttuk, hogy manapság a kisvállalkozóknak, egyben könyvelőknek, vállalkozóknak, munkásoknak és adminisztratív munkásoknak kell lenniük, és mi megpróbáljuk ezt a terhet levenni róluk, abból a szempontból, hogy megpróbáljuk megoldani azokat az ügyeket, amik nem feltétlenül tartoznak az ő hatáskörébe, mind az irodai, adminisztratív munkálatok, akár a marketing, vagy a termékeknek a reklámozása, eladása. Hát mivel ugye ez egy hosszadalmas folyamat, még kialakul a meglévő vállalkozókkal az együttműködés, ezért mi bevezettünk még két külön ágat is, a zöldvezetek karbantartását, valamint az irodai épületeknek a karbantartását, takarítását. Jelenleg ezt szeretnénk fejleszteni, az idei évre a zöldvezetek elérték a kapacitásainknak a maximumát, most a takarítási munkálatokat szeretnénk beüzemeltetni, valamint az irodai szolgáltatásoknak a bővítését.